Sziasztok! Üdvözletem minden Pécel határából. És ez egy kis, egyszerű kis egyéni sporttevékenységes kirándulás lesz. Egy szovjet rakétabázis fogunk megkeresni. Google térkép szerint erre kell jönni. Itt be az erdőbe ezen a földúton. Úgyhogy egyébként Pécelig ide, tehát Pestről idáig jöttem. Végül is általában, hogy ahol lehetett földutakon, vagy hát ilyen szürkebb utakon és nem a közúton, biciklivel. De mindegy itt ezen az úton kell bemenni. Csak majd figyelnem kell a Google térképet is, mert valahol majd le kell térni erről az úton. És hát itt sok útjelző tábla nincsen. Mindenféle, úgyhogy meglátjuk. Most egyébként megyünk előre, aztán majd jelentkezek, hogyha odaértem. Hát ezt nézzétek. Vége az erdei útnak. Hát elég nehezen járható, biciklivel pláne még gyalog is. És nekünk majd arra kell tovább menni. Lelkes, hogy na, egy villanyvezeték, aminek már csak a póznái vannak meg. És itt van egy adótorony. Nem tudom, működik-e, de ez egy rádiótorony. Szóval megnézem közelebbről, hát ha valamit is kell róla kideríteni, és gyertek, hogy megy egy villanyvezeték, ami hiányzó vezetéket leszették, vagy csak a póznákat hagyták itt. Ez érdekes. Ezt most ellopták, vagy hivatalos bontás volt, azt nem tudom, egyáltalán hova vezetett. Na hát itt van közvetlen közelről ez a nem tudom milyen torony. Mert semmi egyéb információ nincs róla, még ráírva se. Látjátok, fölmászni meg nem lehet. Legalábbis én nem próbálom meg. Már nem tűnik fel nagyon réginek, meg voltak ott, hát akkor segítünk, hogy mi van fönt. És mindenesetre érdekes, mert nem mobiltelefon átjátszó az biztos, mert olyan antenna nincs rajta. Nem is rádiótorony tudtommal, meg hát betáplálása sincsen. Tehát ez megint érdekes, hogy semmilyen betápja nincs, legalábbis így látszólag. És az egyetlen villanyvezeték, amelyik erre megy, az is le van bontva. Már lehetéket, hogy ezt szolgálta ki, az a vezeték, meg a szovjet bázist is. És egyébként ott van a háttérben, ott látjátok. Na, az például egy mobiltelefon átjátszó. Látszanak rajta az antennák, de ez biztos, hogy nem az. Hát akkor itt volnánk. Valahol itt volt a rakétabázis, szerintem ez már az. És akkor itt az ösvényen be is lehet menni, hát nézzünk szét. Még erdefele is van út. Hát nem tudom, szerintem itt az ösvényen be megyek és szétnézek. És ez már a rakétabázis. Egyébként a kilátás az nagyon jó innen. Hát ez pedig, hát nem tudom, hogy ez mi akar lenni, viszont ott van egy torony, meg egy alagút. Ezt megnézem közelebb, sőt itt láttam még egy alagutat, de itt lejöttek egy páron, és akkor most éppen belementek, úgyhogy megvárom, még onnan kijönnek, aztán majd utána videózok bent. Nyilván akkor addig megnézem azt ott szembe. Meg egyébként van itt ez a, mindjárt megmutatom. Ide is fel fogok majd menni, mert szerintem minden is a kilátás jó lehet. Úgyhogy egyenesen tovább. Na. Akkor spotter biciklit most itt hátra hagyom, és akkor megnézem, hogy mi van erre. Az alagút, ez milyen szép, és van mellette egyébként még egy. Akkor most itt ezt bejárjuk. És egyébként valami szovjet rakétabázis volt itt, tehát lehet, hogy valami rakétasírók még ilyenek is vannak. Hát az a talany az biztos csak ilyen kilát, vagy egy őrtalany lehetett. Vagy lehet, hogy rádióantenna is volt rajta. Tudom, és egyébként lehet, hogy az a rádiótalany is ide a bázishoz tartozott. Na, ez viszont nem semmi. Ez a hatalmas alagút, és ez az ilyen betontübbing. Na hát ez nem tudom, hogy ez mi szél volt itt. Szerintem valami kiképzőbázis is lehetett itt, aztán kizügye, hogy de milyen jó víz hangzik. Na hát erről majd még fotókat is fogok csinálni. És az alagút belülről. És nagyon jó víz hangzik. Hello, sziasztok! Na, egy amőba parti. És itt van ez a torony is. Na. Hát csodálkoznék, hogyha ebben még föl lehetne menni. De minden esetben megpróbálom. Már feltéve, ha van lépcső és olyan. Nem fogom itt megkockáztatni, hogy itt a semmi közepén itt leessek. Nem kockáztatunk. Viszont van ott egy luk.
és itt az alagútnak a másik oldala, és mondom, mellette van egy ugyanilyen másik. Egyébként ilyen betontübbinges megoldással, a 4-es metrölges hasonló alagútja van. De jó, a szél is föltámadt, minden majd kicsit hangosabban beszélek. Van egy a feladat, hogy állami földmérés 1973, és ami érdekes, hogy össze van grafitizve ott is, tehát hogy mentek oda föl? Azt szerintem, hogy kosaras emelőkocsi, nem tudom mi lehetett. Most minden esetre belesek. Óvatosan, mert élő világ az lehet itt mutatásoktól kezdve, ami csak létezik. Óvatosan belesünk. Hát semmi. Hát minden esetre fölmászni azt nem lehet. Ez az egy, ami biztos. Hát itt nyilván itt lépcsősorok voltak, csak hát szétrohadt ellopták. Én vasnak jó áldom, hogy nem bármi ilyesmi történetet vele. Úgyhogy itt a tetejére fölmászás, és a kilátás az most felejtős. De ugye érdekes egy építmény. Motoron zúgás hangjait hallom. Aha. Ide szépen visszatott az alagútba a motor. Ez nem volt semmi. De már átjöttek a rossz motorra az alagúton, olyan szépen visszhangzott, hogy... Itt a kettő között van egy földút is. És hát megnézzük a másik alagútat, ja bár... Nem jó, ott fognak jönni a motorosok. Vagy nem? Na mindegy, itt mi esetben megvárom egy remék, hogy... Mert lehet, hogy ezen is át akarnak jönni. Itt a másik alagút bejárata, hát szerintem ugyanolyan, mint az előző. Hát, ötletem sincsen, hogy ez mi célból épült ide. Így, hát nem tudom, hogy motorosok hol vannak, de nem hallom a hangjukat se, úgyhogy remélhetőleg nem fognak ezen átjönni. Mert hát végül is elég széles, elférünk. Behúzódok ide a sadokba maximum, ha jönnek. Vártam egy 5 percet, hogy hát, hogyha itt akarnak átjönni, és akkor megvárom, hogy ne itt találkozzunk, mert nem jönnek. Úgyhogy menjünk végül, amíg átsétálok rajta. Hát jó, szemét az van, mert van aki nem bírja, hogy ne ide szemet eljön. Ezt nem tudom én soha megérteni, hogyha már eddig eljön, akkor mély dobja el a szemetet. Mert hát mindenki jön ide, csak szemet elni tud. Ráadásul megint fúj a szél, mert mindig a... Néha vannak ilyen nagyobb széllökések. És hát pont a legrosszabbkor. És a két alagút között még van egy földút is, ami egyenesen ahhoz a toronyhoz megy. Hát ez itt az érdekes, nem tudom, sok elmentek. És egyébként voltak egy jippeket, és az még illik egy élet is ide a témához, ezek a katonai jippek, amikkel itt mászkáltak, de bementek valami alagútba. Hát most ezen az úton nem megyek végig, hogy ugyanoda vezet. Na, közben feljöttem ide. Kilátás az jó. Viszont elég meredek feljáró van ide, fele nézzétek meg. Itt kellett feljönni. A szél meg már megint fúj. És elmentek a telepjárósok. És itt meg van valamilyen kürtő. Hát ezt kéne megnézni. Hát így néz ki a kürtő. Hát, szeméttároláson kívül máshol nem használták ezt már régóta. Na innen aztán jó a kilátás. És amire figyelni kell, hogy vannak ilyen lukak. Amikor ki tudja, hogy milyen mély. Na ugye beledobok egy kavicsot, ha találok. Aztán kiderül, de mondom, hogy útbekszelés főszabálya, hogy mindig nézz a lábad elé, az itt is érvényes. Bár még ebben nem lehet beleesni, de egy kiadós bokatödés azért beleférhet, hogyha belelépsz egy ilyenbe. És az sem kellemes itt a civilizációtól távol. Pláne, hogy azért jó sokáig kéne sántikálni, mire találsz valami település. Hát még nézzétek, valaki még itt is reklámoz QR kóddal.
bajtemetés, ezt mindjárt megnézem. Elő. Hát, összetör a kőműves aktimál. Hát, szerintem egy ugyanilyen kültől lesz, mint a másik, hát ebben fog belemenni. Vagy hát tudja belemenni, ilyenre, hogyha még belenézni se. Ilyen csak látik egy kis. Szükönyi van benne. Hát, mindegy, hát ezt majd, ha majd otthon összevágom a videót, akkor kiderül. Lássátok fel, hogy milyen meredek itt a felévezető út, és na hát ebbe kisütött a nap most meg így hirtelen, meg elállt a szél. Tessék. Leveszem a kabátot akkor egyből, föltámad a szél, meg elmegy a nap, most meg, hogy mennék érte. Rögtön, aztán, hogyha kisütön a nap, akkor nem kell a kabát egyébként, meg kell, tehát ez. És néha jön egy ilyen orkán erejű széllökés, akkor meg pláne. Én megyek, most már kalapja visszamászni. És amiatt még biciklivel nem tudtam ide feljönni. És van itt alattunk egy alagút, na majd azt még megnézem. Mert most már itt elmentek a motorosok is, meg a nélkül, most már tényleg nincs itt senki. Egyébként ahhoz képest úgy gondoltam, hogy senkivel nem fog találkozni, mert annyira kín van itt a világ végén, folyamatosan. És ezt nézzétek, egy alagút. Hoppá. Menjünk be. Ide el kellett volna egy elemlámpa is, ami nincs nálam, de se baj van, ameddig megyünk, ameddig tudunk. És kicsit a fejet is le kell húzni, mert másképp nem férek el, de... És itt ráadásul az ilyen betonlégó pince volt. A világítást nem tudom alakút használni. A kamera szerintem semmit nem lát, úgyhogy azt hanyagolom is. Ennyi. Fény az alagút végén. És itt volt valahol az a kürtőnek az alja, amit odafentről néztünk. Hát akkor a telefonnal, ugye, a telefonnak a vakujával világítani, hát nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy érdemes-e. Mi azért ez fala? Hát nem tudom az eltársak azt mire szánták ez, de ez ilyen föld alatti bunker lehet. És lehet, hogy a túloldalt is van egy nejállata egyébként. Már annak meglátnánk a fényét, tehát meg így gyanús nekem. Így viszont már nem kell a fejemet lehúzni, ahhoz, hogy elférjek. Na ilyen egy igazi bunker. Mindig szag is van, rendesen. Hát, aztán, hogy végig tudok-e menni, mert ha nem merül az aksi, már pedig ez a ledes lámpa, ez nagyon fogyasztja. Akkor nem biztos, hogy kitalálok. Bár még kitalálok, mert csak egyenesen kell menni, de azért itt a lábunk elé is kéne nézni ebbe a sötétségbe. Ki tudja, hogy mi van még itt. És ezt nézzétek, előjöttünk. Csinkent itt egy-két helyen még vezetékek is vannak a falba. Így, oké. És a túloldalt is meg van a kiállat. Hú, azt a mindenit, mi van itt. Hatalmas nagy tübbing, azt tuti. Kamera aksia is merül, nem bírja ezt a kiképzést. Csak hogy megmutassam, itt van a másik bejárat, a túloldalt. Hát ezt végig lehet járni a föld alatt, ezt a részét. Hát nem tudom, de még van-e valami, majd mindjárt elnézek arra is. Ez azért nem volt semmi nagy bunkertúra.
El kellett volna egy erősebb elemlámpa is, de végül is semminél több volt a telefonnak a vakúja is. Hát. Nem, még arrafele vezet egy út, azt még megnézem. Most vissza kell menni a biciklihez. Hát akkor meg követbe járom erről is. És van itt még egy alagút. Az a legvalószínűbb mondatóként, itt valaki, aki erre járt, mondta, hogy valószínűleg ez ilyen fedett járműtároló volt. Annak ástak ki ekkora nagy veszme alagutakat. És végül is az még hihető is, hogy ilyen tankokat, meg ilyen járműveket be lehetett ide rakni. És hát védve voltak itt a időjárás ellen. Érdekes, hát akkor ez ennyi. De hát itt a harmadik alagút. Hát arrafele úgy látom, hogy már csak az út van így a Google térkép szerint is, tehát arra már nem megyek el, mert arra nincsen semmi érdekes. Vissza lehetne jutni az isaszegi útra, de azon elég szar menni, mert nagy a forgalom. Meg itt ilyen nagyon ilyen rossz minőségű földúton lehet valószínűleg arrafelé is jönni, mint hogy én tezem az erdőbe, ahol nem lehet üziklizni sem, mert ilyen kátyús, meg hepehúpás az út, a földbe is csak tolni lehet, hogy akkor nem haladok. Viszont volt itt egy út, ami itt ott a rádiótorony mellett ment a másik irányba. Elmegyek azon, mert szerintem azon hamarabb PC-re jutok. Hát mindjárt kiderül esetve. Az legalábbis ezen a szakaszon jobbnak tűnik, sőt még ott a másik irányba is van egy út, ami hát csak az meg Isten tudja hova vezet. De az egy jó minőségű földút, hogy hílegyenesen megy valamerre, és a távolban látni egy-két épületet. De hát szerintem inkább megyek azon az úton, ami Pécsel fele megy. És a vasútállomásnál, hogyha addig kirukadok, akkor ott a sinek mellett már nagyon jó földút van Rákos Csabáig, onnan meg már van bicikliút. Úgyhogy addig sima így. Csak odáig kéne valahogy eljutni. De akkor ez a szovjet bázis, szerintem ennyi lett volna, mindent megnéztünk, amit meg lehetett. Úgyhogy akkor a szovjet katonai bázis az kivégezve, amit lehetett, azt megnéztem itt. Hát aztán majd, hogyha vannak ötletek, hogy mire szolgált az a torony, vagy esetleg ezek az alagutak, bár szerintem az biztos, hogy járműtárolás, de hogyha tudtok még ezen kívül valamit, akkor jöhet kommentbe. Most voltam itt először. És hát olyan sok infó nincs is róla, csak az, hogy itt egy katonai bázis volt, aztán gondolom a rendszerváltás után meg ugye, az oroszok kivonultak, ezt meg itt hagyták. És ennyi. Úgyhogy akkor ez ennyi is lett volna, most már csak haza kell biciklizni, úgyhogy ennyi. Sziasztok!